Az ukrajnai háborúról és az energiaválságról egyeztettek a visegrádi négyek államfői Kedden Pozsonyban. A háború kezdete óta tartott első V4-es elnöki csúcs találkozó résztvevői Zuzana Csaputová szlovák, Milos Zeman cseh, Andrzej Duda lengyel és Novák Katalin magyar államfő közösen ítélték el az orosz agressziót és a civil célpontok támadását. A házigazda Csaputová hangsúlyozta, hogy az energiaválság nem csak a szankciók következménye, hiszen szerintem Moszkva fegyverként használja az energiaellátást. A felek azt is leszögezték, hogy bár a négy ország közül csak Magyarország nem nyújt katonai segítséget Ukrajnának, tiszteletben tartják az eltérő álláspontokat. Novák Katalina találkozó után azt mondta, hogy a Visegrádi négyeknek van közös mondani valójuk Európa és a világ számára.